Na, hello, szia, mister. Csak egy John Deere, úriember. Ez neked készül, állatbemutató. Itt vannak a sűrdők. Pont most a Bence most ad nekik ennit, innit. Ők vannak itt hárman. Ők is itt hárman vannak, az illettek szétszedve. Mert hatan nem férjenek rá a vájúra, meg ugye kényelmesebben tudnak így virítyűni, vájúba mászkerálni, tehát kényelmesebben férnek el. Tehát itt van három sűdő, meg itt van három sűdő. Mr. Csak egy John Deere. Te szerintem egy kisfiú vagy, vagy egy fiúcska. Ők szoktak ilyen kéréseket kérni, de hát semmi akadálya. Itt az anyukájuk ezeknek, ő egy koca. Március 20-a körül fog elenni, nem tudom biztosra pontosan. Ő neki ez lesz az utolsó ellése. Mert már ez lesz a 6. ellése, úgyhogy meg elég problémás, félidős korban már elég problémás szok lenni. Már nem csak ennél a vemhességénél, hanem az ezelőtti vemhességénél is elég problémás volt. Ugyanaz a probléma jelentkezett nála most is, kezelni kell egy gyógyszere. Úgyhogy nem nagyon akarjuk tovább tartani. Megellik, leválasztunk, főizlajuk és csat levágjuk évvégén. Ő a füles. Ő a Rozika. A fülesnek a gyermeke volt ő is, illetve gyermeke mai napig. Ő is vemhes. Ő 5. hónap 14, vagy valahogy így fog. 14 vagy 18 fogalom nincs, de vannak videók fönn már. Ott meg tudod nézni, hogy mikor fog elleni. Tehát ő a Rozi, füles, süldők, ott len. Dongo, gyere Dongesz! Azaz, csóvágy a farkat, Dongesz, gyere! Gyere Dongesz, úgy. Köszönjük Mr. John Deere-nak, csak egy John Deere-nak. Köszönjük. Mond Dongo vagyok, ugra-bugra vagyok. De zoomol ez a hülye telefon, nem zoomol tiszta homálynak, látom, én remélem jó lesz. Na most mutatok talán mást is, más házi állatot. Na most itt házi állatot sajnos nem tudok mutatni, mert most nincsen, de reggel már talán lesz benne. Az patkányaink is házi állat. Egyelőre más házi állatunk nincsen. Jába is nézegelődök, voltak brámáink. Dongónak világít a füle, illetve a szeme, bocsánat. Fáradt vagyok egy kicsit. Nem ittam, csak fáradt vagyok. Vaspinát jó megcsináltuk. Elkészült. Hát tisztelt, csak egy John Deere. Ezzel most befejezem videómat. Nyilván nem csak neked. De kiemelten neked, de nem csak neked, ez mindenkinek. Ó, de homályos erre már. Erre már nem is élvezetes, mert homályt már. Tiszta homályos. Na, sziasztok. Szia, mister. Csak egy John Deere.